Torhai erdőben található a Várdonnak nevezett magaslaton kerekformájú vár. Nováki Gyula először Kányavár Törösznyek néven említeti. Könci Ferenc, Göcsei monográfusa egy népmesét említ vele kapcsolatban, miszerint amit nappal építettek, azt éjjel kik, kik nem, lerombolták. A helyet Várdomként ismerik, esős időben feltűnően zobog, rázkódik, ami azt jelenti, hogy sok eső lesz. Szerődített törtorony téglamaradványai a sáncokkal együtt még ma is láthatók, írta 1914-ben. Vándor László adatai szerint Szent Lőrinc 1343-ban került a Haótnembeli alsólendvölyök birtokába. Dénes József szerint viszont már jóval korábban is az övék lehetett, 1343-ban csak visszakapták. Asztonya nevét 1381-ben említették először az írásos forrásokban, Lasztonya néven, mint a bánfiak birtokát. 1416-ban lasztonyai Pál is birtokos volt itt. 1644-ben a Nádasdy család élet, majd Nádasdy Ferencet, mivel részt vett a Veselényi összeesküvésben, lefejezésre ítélték, ezután Lasztonya is a kincstárra szállt, ahonnan az Eszterháziak váltották meg, s övék maradt egészen 1848-ig. A településtől másfél kilométerre nyugatra fekvő várról adatokat nem ismerünk. Felmérését első ízben Nováki Gyula végezte el 1982-ben, majd Vándor László készítette el szintvonalas felmérését. A vár belső védett területe 30,5 x 32 méter. Szövező árok szélessége eléri a 11 métert. Várban régészeti kutatás még nem zajlott, így kor meghatározása bizonytalan. Formája és elhelyezkedése alapján az erődítés középkori használata valószínűsíthető.